Ez a hadjárat volt a tavaszi hadjárat. Milyen jelzővel illetjük a tavaszi hadjáratot? Dicsőséges vagy szomorúságos? Melyik? Kettő. Dicsőséges, nagyszerű, van. A Szilády Áron Református Gimnázium diákjainak tart előadást Palásti Károly pedagógus a Torma János Múzeumban. A rendhagyó óra ötlete már régebben megfogalmazódott a fejében. Amikor megtudtam, hogy Kiskó Alassa fog jönni a Budavár visszavétele, akkor rögtön azon kezdtem el gondolkodni, hogy hogy lehetne ebből egy múzeumi órát csinálni, hiszen ez egy olyan kivételes pillanat, hogy egy teremben van. Március 15-e Budavár visszavétele, a szabadságharc és a szabadságharc leverése. Szerintem az országban nincs több ilyen hely, ahol ez a három történelmi esemény festmény szinten, átélhető szinten jelen lenne. És akkor utána már jöttek a játékok, hogy mit lehet ehhez kitalálni, és a hátam mögött ugye itt van a Kárpát-medencének a vízrajza, és akkor a gyerekeket ezen keresztül mozgattam, hogy 60 tábjabicske, Isaszeg, Vác, Nagysalló, Komárom, Buda, tehát a tavaszi hadjáratnak az eseményeit és helyszíneit felelevenítettük. Adják fel a harcnyelkül a vállat, nincs esélyük, többen vagyunk. Nincs esélyük, többen vagyunk. Nagyon jó, tovább! A diákok maguk is részeseivé váltak az előadásnak, mint mondják, mindig örülnek, ha ilyen rendhagyó órán vehetnek részt. Olyan információkat is elmondtak, ugye, amiket órán nem hallottunk, és engem büszkeséggel tölt az, hogy magyar vagyok, és hogy ezeket az emlékeket fölidézzük, és még mindig nagy becsben tartjuk. Milyen volt így élőben látni ezeket a hatalmas képeket? Hát szerintem elképesztő, hogy valaki ilyen odaadással meg tudott festeni ilyen történelmi eseményeket, hogy az utókor is meg tudjon emlékezni róluk. Úgy érzem, hogy jobban beleláttam ebbe az egészbe, mint hogyha egy kicsit részese lettem volna ennek a forradalomnak. Annak ellenére, hogy interaktív módon vettük át játékosan, és nem egy komoly történelem óra keretében. Bilvax! Forradalom! Mondtam, hogy egy kicsit kezdtek a forradalomnak. Isaszeg! Nem csak a diákok, hanem a velük érkező pedagógusok is kivették részüket az interaktív óra feladataiból. Úgy látják, tanítványaik nyitottak voltak az új ismeretek befogadására. Mindig szeretik az olyan tanítási órákat, amik nem hagyományos tantermi keretek között zajlanak. Nem használtunk most tankönyvet, ellenben voltak segédeszközök, kard, zászló, a padlóra rajzolt vaktérkép, tehát nagyon sok hasznos információ ragadhatott meg így bennük, biztos, hogy emlékezetesebb, mint egy átlagos történelem óra.